közeledett. Picit maradj le, és akkor jó lesz az. Mi az? Csak ne húzz bele ekkorát fölfelé. Lassulnom kell, mert túl gyorsulok. Hát ezt eddig tök jól tartottad a 300-at. Ott egy A10-es. Jaja. Flare. Did you see the flare? Öröm flare-ek, tessék. Végre egymásra találtunk. Ennyi is pittyeg. Lassú vagyok. Várja, nem jó lesz így. Robag, én beállok mellé, tehát elég behatolok. Gondolod, hogy engem egyszerűbb követni, ha én a kamovot követem? Hát, ja, te mégiscsak repülő vagy. Nem így tudjátok, hogy nehezebb szem előtt éveszteni? Nem, az csak, ha a kamov olyan csinálsz, nem tudom lekövetni, de ha ő bármit csinál, azt le tudom. Csak akkor maradj a 6 órájában mondjuk. Hát ezért igyekszem olyan helyen maradni a kamovtól én is, ahol azért nem lehet gond. Igyekszem nem furcsa dolgokat csinálni. Hát csinálhat furcsa, csak előtte mondjad. De ez a lényeg a dolognak. Kommunikálj. Mindig fordulok, mert megyünk el a reptér mellett erősen. Bocs, jobbra. Vagy oldalkormánnyal csináld, vagy döntsd be úgy, mint egy repülőt, és úgy húzzad egy kicsit, de ez a kettő együtt, ezt okay. Nem tudjuk lekövetni. Most elég nagyot kéne fordulnom. Hát akkor forduljál, csak mondd, hogy mire jobbra. Készülsz. Oké, okay, jobbra. Két mégnek a segge eléggé lám van. Kicsit. Tényleg? Szerintem kicsit. Az óra van fönt. Figyelj, fennhordják az órukat, mi? Olyan 10 és 15 közötti állásszöggel játszunk. Szerintem nem nagy. Jajajajajaj. Ez csak előkerült a kamuva kamin takarásából. Na csak a repteret kell megtalálnom. Melyik repteret célzod? Krimsk. Becsapódás ügyileg? Krimsk. Felszállást, leszállást addig gyakoroltam, hogy fölmerlek jönni a szerverre is. Fokott menni. Az a baj, hogy nekem ez a leszálló sebességem. Figyelj, nekünk ez leszálló sebesség alatt van. Jó, mondjuk igen, 21-esek azok eléggé. Áteső sebesség fölött igen. Picivel, mi? Nem, már alatta. De te nem egyenesen repülöd ezt a kamovat, ez ilyen furán áll ez. Á, picit jobbra, gerinc sérült vagyok, várja, mindjárt egyenesítem. Legalábbis én, ahogy nézem az én műhorizontomat, ahhoz képest elég görbén állsz. Most nézd meg. Itt trimmeltem. Alakul. Alakul-a. Már mindig szeretnék nagyon jobbra fordulni. Őt fordulok is. Elroló. Nekem is. Detto.
Na most én elvesztettem a kamovot, csak téged nézlek. Úgyis még el kell kicsitani, úgyhogy szerintem már gyertek mögém. Pálkákat kérletik felhajtani. Perci, 100 gáz most. Flap, visszahúz. Teljesen? Teljesen. Neki sebességén. Screams a 9-es csatorna. Gáz, 9. 22-es pálya irány. Úgy füstöltök. Na, köszönöm szépen, srácok! És mit? Jó játékot mindenkinek! Mi köszönjük? Mi köszönjük? Ciao. Ciao. Jó. Aha, ott a pálya. Most lovpassz lesz, vagy csak így? Hát ez lófasz lesz inkább. Itt fordulunk egy jobbost, aztán abból leszállunk. Altitude. Várjál csak. 22-es irány mondott ez a jó képességű. Akkor nem is jobbost fordulunk, hanem balost. Köpik. Baros forduló, és akkor ebből megpróbálom. Két hét, majd utána. Szia, Tomi. Mert ő még mindig nem hallja. De én köszönöm, hogy ne legyek bunkó. Na, gázt visszaveszem 8-ra most. Pull up! Pull up! Mi is ott leszünk mindjárt. Altitude! Mindjárt megkapja a torom mirázsát. Ő. Gáz vissza 7 most. Törzsfék ki, most.
És fordulunk a pályairányra. Hol szálltok le? Krimsk, kerék ki. Törzsfék vissza. Kettes flap ki. Megyek a bal szélére. Vagy melyik oldalon vagy, Berci? Jobb. Akkor bal szél az enyém. Hű, elbasztom a sebességet. Gyorsítunk. Speed break. Meg levágtam a kanyart. Átmentem a füvön. És touch. Törzsfék. Húzom másra a botot. Nem fog megállni szerintem. Fék. Pumpálom a féket. Ennyit itt nincsen. És itt megfordulok. Na, én ott csattogtam át, ahol most Berci van. Bere, melyikötök Berci? A hátsó, ugye? Igen. Igen. Na, hát én ott fogtam és átjöttem a fűben. Fog a hülye franc megfordulgatni, meg nem tudom forogni. Berci, kerekei? Mitől? Mi van velük? Nekem ott van. Nekem is. Nekem teljesen jónak tűnik, legalábbis MIG-hez képest. Hát mondjuk, ha a három zsírlámpája virágít, akkor jó. Világít. Akkor jó. Na, akkor nem tudom, miért tűnik nekem Ferdének. De mint hogyha nagyon behajolna. Na, nekem is úgy tűnik, mintha így teljesen rendben lenne. Tehát így nem látom a különbséget a tiéd meg az övé között. Akkor jó. De csak megszoktam 21-esnek, ugyanak aztán full egyenesen állnak a szárai, ez még kicsit ilyen bedőlős. Bedőlt a viccnek. Oh. Okay.
Uh-oh.